mondom mindenkinek, azt a szín vagyok. És így értem, mert szűjjen folytatjuk a Mountain Blade-et. Ó, oh, milyen energia, teli vagyok, mert most keltem föl. És végre kipihentem, tanul. Kipihenhettem valamit, mi a fasz akart. Ja, nem tőlem. Arra indi vár. Na. Hova menjünk? Mit is terveztünk? Ez mi a picsa? Hány ember van itt ebben? 126? Simán elfoglalnám a másik emberemmel. Pedig annak csak 70 emberre van, de simán elfoglalná, higgyétek el. Majd egyszer csinálok egy olyan videót, amiben majd a nagy Karimmal fogok harcolni. És megmutatom, hogy mennyi idő ki van nyúrva. Amerre? Mennyi pénzünk van? Csak 11.000 dénár? Mikor lett nekem 11.000 dénárom? Mindegy. Azt hiszem, olyan volt, mintha sírtam volna. Nem igazán jött össze. Na. Hogy kell ezt kimondani? Echlerdach. Üskurút, ezt egyszerű kimondani. Amere. Tilbaut. Mi ez? Tatsames. Mi van? Derchios. Kifosztjuk már Amerét is, mert 11.000 dénár nekem nem elég. Talán elmegyünk Rejvadinba. Várjunk, csak előbb mentek egyet. És pillanat. Jó van, sorry, csak megnéztem, hogy veszi-e normálisan, mert olyan köcsög ez a bendikem is, hogy hogyha ész nélkül mentek, akkor kitörli a videót is. Mondjuk sokat nem veszítettünk volna, mert nem is csináltam túl sokat. Kiképzés során de olyan van, nem tudok beszélni. Kiképzés során, úgy ilyenek. Utasításod alapján egységeit kifosztják a falut, minden értékkel bíró holmit magukhoz ragadva majd felgyújtják az épületeket, azt nem muszáj lett volna. A zsákmányolt pénzek és értéktárgyak összesen 2000 millió dénár, jobb is lenne, soha többé nem kéne falut raboljak 2000 millió dénárral a zsebembe, de ez most nem ide tartozik. Szerintem egy új szárított hús. Vissza! Nee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 e
A helyett is jön egy kenyér. És minek raktam ide, ez nem is kaja. Ez még jöhet ide rendre. Jó, ennyi elég lesz. A marhagulyát is elhajtottuk. Na, egyébként úgy döntöttem, hogy én is fogok nektek ilyen érdekes történeteket mesélni. Jó, ez nem tudom mi volt, bocsánat. Na tehát érdekes történeteket mesélni rólam és haverjaimról. Hát az első történet, ami így eszembe jut, és szerintem titeket is érdekelne, az még velem és Sixel történt anno. Rohadt régen volt, vagy 4-5 hónapja, amikor még a sorozatom se volt meg, Kerit se ismertem, se Inzert, hát igen, mivel Kerit nem, a többieket se. Csatornám az szerintem megvolt, de egy videó nem volt rajta feltöltve. Na, de nem a csatornámról lesz szó, hanem ugye Minecraftoztunk, és idegesített minket, hogy nincsen skinünk. Megnéztem egy videót, hogy hogy nem eredeti Minecraft-tel, hogy lehet skint szerezni. És tudjátok, van ez a Minecraft SP-s dolog, hogyha beleírod a nevedet annak, akinek van skinje, például mit tudom én, beírod azt a nevednek Minecraft SP-be, hogy Herobrine, vagy Herobrine, bocsánat, akkor megkapod a skinjét. Na, és mi ezzel rendesen ne is tudtunk szórakozni. Volt ott, minden volt ott, IT bárány is volt, azt hiszem még kutya is volt, mindenkinek felvettük a skinjét, meg hülyeségből felvettem Notch-nak a skinjét. Jó van, ott rohangáztunk Notch-sal, azt hiszem Six volt IT bárány karjával, aztán ott hülyeskedtünk, és akkor
Utána Six is belépett Notch-sal, én meg kiléptem, aztán bejöttem mással. Azt akkor néztem, hogy itt hülyéskedik Six, azt hittem, hogy ő van Notch-ba. Aztán Six is bejött mellém, aztán ketten voltunk ott, és Notch meg külön. Mondom, mi a franc, ott maradt a Kari, hogy mi a picsa történt ezzel, és akkor megütöttem, hogy hát lesz valami reakció, és visszaütött Notch karakterjét, és megint visszaütött, írtam egy chatbe, hogy kérdőjel, visszaírtam, hogy kérdőjel, a végtelen kérdőjelt írt vissza, aztán kilépett. Na most, hát ez egy nagyon jó kis történet lenne, attól függ, hogy az igazi Notch volt fent a szerverünkön, vagy csak megint valaki felvette a nevét, de akármi is, ez annyira vicces volt, hetekig tudtunk rajta röhögni, hogy úristen, Notch feljött a szerverünkre. Egyébként lehet, hogy lesz olyan, aki nem hiszi el ezt nekem, de mégis mi a francért hazudnék én itt nektek, de ti tudjátok. Aki elhiszi, aki nem, az meg magára vessen. Szerintem nagyon vicces volt. Végül is beszéltem az igazi Notch-sal egy szót. És büszke vagyok emiatt magamra. Hát, ez lett volna az első történet. Ha még eszembe jut valami, akkor azt is elmondom. Hát még annó, most mondok egy másikat, most mi a francnak megyek oda, össze-vissza rohangászok. Keresnem kéne valami a harcolni valót. Na tehát még annó, mikor Six-ék mindig csinálnak nyáron ilyen kirándulásokat, mert az anyukája, azt hiszem, a öregek otthonában dolgozik, mindegy, nem megyek ennyire bele. Na tehát csinálnak ilyen kirándulásokat, és oda engem is rendszeresen elhívnak, amit nagyon is köszönök nekik. Ó, ezt nem harcoljuk meg. És... Tudja, üzemészik sem menni a csatlakozni. Jó, és hol a picsában van ez a gundúrjar? Dirim. Jaj, bocsánat. Tehát ott tartottam, hogy elmentünk egy ilyen kirándulásra. Ahol van gundúrjar? Ahol... Hova mentünk? Azt hiszem először megnéztük a Diósgyőri várat, utána pedig elmentünk Lilafüredre, ahol cseppkőbarlangot néztünk, meg ilyen hülyeségeket. Azt ott annyira elvoltunk, úgy elvoltunk nagyon, hát jó, ennek nem volt csak értelme, de nagyon el tudtunk szórakozni ott. Lilafüreden már, mondjuk Diósgyőr is fasza volt, de Lilafüreden el voltunk szállva magunktól. És hát ott úgy volt, hogy megyünk a járdán, aztán eljön mellettünk egy ilyen hosszabb, barna hajú dagadt gyerek, ilyen színes ruhákba, farmerba, színes baseball sapkába. Chris meg ráordít, hogy Justin Bieber! Azt úgy elkezdtem röhölni, basszátok! Aj. Na, jó, lehet, hogy ez nektek nem vicces, de abban a helyzetben rohadtul vicces volt, szegény gyerek. Aztán meg mentünk ott valamerre megint, és akkor Chris meg, vagy... Chris mondtam? Nem mondtam én Chris-t? Istenem, de hülye vagyok. Na, tehát Six meg ott állandóan ott mondta nekik, mikor elmentünk egy, vagy két ember mögött, ilyen konzsiráf hangot adott ki. Az is nagyon vicces volt, bár annyira nem. Meg jöttünk ki valahonnan, és akkor ott volt valami nagyon öreg néni, és mikor elmentem mellettem, olyannyira kimentem, megfogott engem arrébb lökött, és mondott valamit arabul, vagy hogy ilyen valami, nem tudom már mit mondott, de azon is röhögtünk egy fél óráig Six-el. Nagyon vicces volt. Ugyanez a címere. Bunduk vezérnek. Ez az első, nem, ez a második várostromunk, de jó. Első lövök addig. Közelebb mehetnék. Utálom ezt a ostromtornyot megépíteni, ez a legidegesítőbb. Kétség kívül ez a legidegesítőbb dolog a játékban.
Egyébként a történetekkel kapcsolatban is írhattok kommenteket. Ne, az ipuska! Az nem jó, eltalál. Mondom, hogy nem jó, talál, ne találj már el, te dolgozni. Jó, inkább nem jurazok, mert vele fogunk dögleni. Tudom, hogy tudom hílelni magam, de mondtam már, hogy nem akarok csítelni. Én csak a részvételemet fogom nyilvánítani ebben a csatában, és tudja kell elővenni a rajzot. Nullással. Nem. Olafjar, gondolja, ha jó csicskák vagytok, én ide elmentem is. Nem találnak el. Na. Hogy tovarít osztok? Az újjatok már, azt toljátok ti is ezt a szart. A fentről talán. Mint te mondjuk meg így is hozzárodjuk az esetességet. Na, képzeld bele most kipítsam. Meghalt. Ne szobd le magad megint! Ez az! Anyád! Ezt már nem bírom eltalálni. Ez az! Leszokta magát is. Jaj! Sziasztok! Mizu! Jöjjön már valaki! Na! Arra most elmegyek. North Hood! Az mi a picsa? Olyan is? Ezt nem tudom. Ennyi nem meg akar ölni. Ah, meglőtt. Ó, nekem annyi. Tűnös. Tűnös, megüt. Bunkorbottán elhelyt. Bocsánat. Majd csak elintézik nélkülem. És megint oda kell tolni azt a szart. Persze. Baszd meg! Nem voltunk a várba, és azért, mert én meghaltam, visszahúztuk az ostromtornyot, és megint ott a tornyot. Meg bebújok ide, nem akarok megsebződni. Aztán kezdve gondolkozok, hát ha van még valamilyen történet, amit el tudnék nektek mesélni. Hát igen, mikor még megvolt a sorozatom, és vagy 40 feliratkozom volt, akkor voltunk Nyíregyházán, az olyan epic volt, mert ugye árultak ott ilyen héliumos dufikat. Ezt mindenki vett magának, de nem azért, hogy legyen, hanem azért, hogy beszívja belőle a héliumot. Azt akkora hangunk volt, nekem is nagyon nagy hangom volt, fel akartam menni telefonra, de olyan szar minőségű hang felvevője van. Meg akartam nektek mutatni valamilyen ilyesmit, mondtam, hogy hello, mindenkinek, ez a szép vagyok, és az vagyok. Vagy valami ilyesmit akartam kimondatni. Hát, nem igazán jött össze. Számos sok ilyen hülyeség volt. Na. Toljátok már! Nem igaz, hogy csak én tollam itt ezen a világban. Ezzel nem igazán megyek sehol, hogy gyorsan vagyok gyalog, mint ezzel a fossal. Döglődnek az embereim. Szerencsére nem az enyémek. Csurdulja. Mi az annyira egy házás mese? Nem volt olyan fasza. De szerintem vicces volt annó, akkor, amikor történt. Jó, nem én megyek elsőként. Mert azt múltkor is megszívtam. Igen. Majd gondolkozok még, hát ha eszembe jut valami ilyesmi történet. Ó, lecsapódott az ötlet. Kor, menjünk utánuk. Menjünk már, te veterán Norvíjász. Menjünk már, te nem szóltam. Ránéztem és meg. Ennyire nem is tudok csinálni. Jó, rejött mindenki. Ó, mi a picsja. Mintha leöntötték volna a lencsét valami gecivel. Szóval a két minőségbe kénytelen volt. Most mi van? Kénytelen voltam levenni, mert akar. Nem is csináltam semmit, miért öltetek meg? Igen, parancsodása a katonáimnak. Parancsodása a blablabla. Na vége. Miénk, dirim!
la. Azért a nordok elég szépen kezdjük elfoglalni a svábiaiakat, a nordok azért nem tétlenkednek. Ahogy elfoglalták tőlük Csibön, az egy vár, igen, elfoglalták Csibént, Geredon, Knudar, mondjuk lehet, hogy az nord volt, nem Knudar, az azt hiszem még izé volt, Dilémet elfoglalták most, a Sarenidák elfoglalták tőlük Uhund, szegény svábiaiakat osztják, ezért nem szeretnék tőlük várat foglalni, mert hogyha megint mindenki jelenem lenne a térképen, akkor elég nehéz lenne bevédeni. Mert innen is támadás érkezne, meg innen is. Ezért egyszerűbb a sarnidákat, a kergiteket is egyszerűbb valamivel, de ott innen és innen is érkezhet. Vagy innen és innen, bocsánat, érkezhet támadás. A radokoknál csak két helyen, de most, hogy elfoglalták a nordok három helyen, innen és innen. A nordoknál is nagyjából ez a helyzet, mondjuk náluk csak két helyen, mert innen és innen. Bocsánat. Mit kéne csináljak, úgy unatkozok? Mentek egyet mondjuk. Kifosztom ezeket a földművéseket. Vagy inkább nem. Bemegyek Dirinbe, mert kellenek önkéntesek. Csajoznom kéne, de kivel? Igen, hajjá, községet kifosztotta a Harleon King. Már igány. Az olyan lol mese volt. És koromban nagyon szerettem. Ó, harcolnak. Ide be kell avatkozzak, dögöttök! Na. Jó van, Most hülye vagyok eléggé. Talán megtehetném azt, hogy pihenek egy kicsit. Gyertek, Isten, csak nekem vannak lovasaim az egész világ egyetem. Jól elmosodott a textúrája a pajzsomnak is. Levételt. Ojjaj, ezek lőnek, ezzel rá le fogok borulni a lóval. Mi a franc? Ez a nagy szagotás. Ne menjed ki, nem? Befogottam a ló mellé. Jó, majd csak kinyírják. Micsát csináltok már? Szívesen a segítséget. Nem szeretem semmit, hogy csak meghaltam, de nagyon szívesen. Talán megöltem egy ember, de már arra sem emlékszem, mert én ilyen szennyi snigger vagyok. Mi szereztük kadizsákmányt, jó, ott, nagyon otcon, de... Nem baj. Na, akkor tovább a szellemiségre és a vezetői képességre. Ott jó van, dobófegyverek és szomszédia. 5 egysége maradt, ja nem, 45 egysége maradt. Jó, az már segít a másiknak, szóval igazán nem szükséges. Jelen legyek. És úgyis, úgyse akarnék jelen lenni, mert feladom ezeket a szarokat. Kettő egészségem van. Talán letáborozhatnék ide, hogy nőjön az egészségem. Addig pedig gondolkozok, hogy mit kéne mesélni. Hát valami jelenti. Tudjátok mit? Most az egyszer cheatelnem kell. Mondjuk nem kell cheatelni, de ne akarom, hogy ilyen unalmas legyen a rész. Azért, bocsánat, Ctrl-H. Megyek egyet a tornán, utána vége a résznek. Jó, remek, ezt fogom tenni. Szűrítolhatom a képeteket. Ó, ez egy szar fegyver, de megveszek vele. Meg hátulról ütük szegénykét. Mi a picsa? Fullos volt az életem, könyörgöm!
Na, ez mi volt? Mit rölsz ki, te dagad, geci? Egy lövésből meghaltam. Mi a... Na, azért. Van, te meghaltál? Mondjuk szerintem észrevettétek. Na. Gyere, hussja. Hoppá. Egyébként azt vettem észre, hogy jobban szeretitek a... Mondtam még a penumbrát, én pedig most éppen fordítva vagyok. Hogy tud ez ennyit sebezni egy ütéssel? Már meghalok egy vágás miatt. Lehet, hogy több is volt a másik, csak nem vettem észre. Ti biztos észre tétek. Na, ez nagyon nagy tusa volt itt vele. Mindig a fürdésítőről lesz, mert tudjátok a tusolás. 66-os, egyébként fejlesztettem a szápfegyvereket. Iránt érzem. Szembeli! Tudom, hogy nem ez a szörnyű, hogy most tudni kell alakni egyébként. Jártosság. Kurva érdekes lehet, hogy nézi vagy 3-4 ember a harcot. Ezért szívesen nem nézni, hogy verik minden egymást. Na, ez alattomos volt előadék. Hányan nézzük? Egy, kettő, ez nem is ember, az valami fabám. Ó, nézzük egy kicsit többen, de nem nagyon kíváncsiak rá, ezt keményen fejbe kapta. Jó, van remek harcot vívtál oda, nem kevesebb, mint 7 ellenfélenség előtt fel... Mi? 7 ellenfélenség előtt kerekednek természetesen, ezért jár a jutalom. 10 dinár kap be. Na, hát akkor sajnálom emberkék. Ennyi lett volna ez a rész, nem tudom, hogy tetszett-e, próbáltam az unalmasabb részeket izgalmassá tenni a történeteimmel, remélem, hogy jól jöttem ki belőle. Ha tetszett és mihamarabb szeretnétek folytatást, sub, like, favorit, tudjátok, addig is, sziasztok!